Az élet furcsa és titkokkal teli, de ha alázattal éled, értelmet adhatsz neki. Szívedet adod jónak, s rossz ember számára. Nézd be a célt, amely a szemed előtt szárnyal. Alázatos vagy, törődő és kedves. Szereted, ha az emberek úgy szárnyalhatnak, ahogyan csak szeretnek. Vadász Nikolett saját Alázat című versével tisztelgett. A II. Világháború idején származásuk, vallásuk vagy meggyőződésük miatt elhurcolt áldozatok emlékére megtartott rendezvényen. Búzs Balázs polgármester és Varga Mihály pénzügyminiszter, kerületi országgyűlési képviselő is részt vett a megemlékezésen. Az Óbudai Közösség és az EMIH, az Egységes Magyarország Izraelitek Hitközség, a közösség minden tagja, együtt működve az Óbudai Önkormányzattal és minden kedves barátunkkal és partnerünkkel, mi azon dolgozunk, hogy ez az emlékezés, a tragédiára való emlékezés, az egy cselekvő emlékezés legyen. Azon dolgozunk, hogy zsidónak lenni Magyarországon, az ne szorongást jelentsen, hanem emelt főt jelentsen. A megemlékezés közös imádsággal zárult. ...1944-ben, a holokauszt idején közel 3000 óbudai zsidó vallású magyar embert hurcoltak el haláltáborokba.